Amikor először elkezdtünk ezzel a témával foglalkozni, a hepatitis C-vel, akkor ugye ez abban az időszakban volt, amikor mi is megtudtuk azt, hogy mennyire drámaian és riasztóan magasra lőtt a hepatitis C fertőzöttség az intravénás drogfogyasztók körében Magyarországon. 2011 és 2014 között három év során gyakorlatilag az országos szinten megháromszorozódott, budapesti szinten megduplázódott a hepatitis C fertőzéseknek az aránya, és hát nagyon kevés szó esik ez, ettől függetlenül erről a témáról, hogy ez mennyire súlyos problémát jelent. Amikor elmentünk Amsterdamba erre a fórumra, és hallottuk, ami a filmben is látott szereplő megoldásokat, hogy mennyire igazából mennyire egyszerű lenne megállítani ezt a járványt. A világon megvannak hozzá most már a módszerek, igazából csak politikai akaraton és pénzen múlna az egész. Akkor már felmerült bennünk az a gondolat, hogy meg kéne ismerni azt, hogy Magyarországon mi a jelenleg a helyzet, tehát hogyha mondjuk valaki hepatitis C-vel él, akkor hogyan lehet egyáltalán kezelésbe jutni, különösen, hogyha még drogfogyasztó is az illető, és akkor ezért gondoltuk, hogy összehívjuk ezt a beszélgetést különböző szereplőknek a perspektíváiból. Először szeretném akkor bemutatni a beszélgetésünknek a résztvevőit. Itt tőlem jobbra szélen Kovács Virág, aki az Altalap Alternatív Alapítvány igazgatója és szociális munkás, és a 8. kerületben végeznek ártalomcsökkentő munkát, illetve egyre inkább most már nem csak drogfogyasztókkal, hanem más sérülékeny csoportokkal is foglalkoznak, mint például LMBT és szexmunkásokkal. Tessék? Ja, nem, köszönöm. Egy kicsit meg vagyok fázva, igen. És meghívtuk még a Vimor képviselőjét, Nagyné Antal Tündét, akinek köszönöm ezúttal is, hogy eljött. Amikor most így felkészültem kicsit erre a beszélgetésre, és megnéztem, hogy Magyarországon ugye a sajtóban mi jelenik meg hepatitis C témában, akkor azt kellett látnom, hogy szinte csak a Vimor kommunikál erről a témáról így a médiában. Nagyon kevés cikket találtam egyébként, és az is a többnyire Vimor képviselői szólalnak meg ebben a témában, akik ugye a vírusos májbetegeknek az érdekérvényesítését folytatják Magyarországon. És akkor itt tőlem jobbra Tóth Tamás, a hepatológus orvos, aki a SOTÉ-nak a belgyógyászati klinikáján dolgozik, és végül, de nem utolsó sorban Berecki Tamás, aki egy ismert HIV aktivista, és emellett hát a hepatitis C-vel is elég sok személyes élménye is van, illetve hát egy nemzetközileg is elismert szakember, aki az Európai AIDS kezelési csoport munkatársa. Hát kezdjük talán azzal, hogy láthattuk azt, hogy van most már a hepatitis C-nek egy olyan gyógymódja, ami jóval kevesebb mellékhatással jár, mint a korábbi interferon alapú kezelés. Szóval azt szeretném megkérdezni Tamástól, hogy Magyarországon mi a helyzet, tehát hogy ez a kezelés elérhető-e, és hogy hogyan, hogyha elérhető, akkor kinek és hogyan érhető el. Én is szeretettel üdvözlök mindenkit. Megismétlem, dr. Tóth Tamás vagyok, a Semmelweis Egyetem egyes számú belklinikáján dolgozom immár nagyon sok éve. A szakmai pályafutásom gyakorlatilag egybeesett a HCV felismerése után a különböző kezelési módok megismerésével és felívelésével. Tehát ugye a 90-es évek elején kezdtük még a sima heti többszöri interferonadást, nagyon elenyésző effektussal, aztán 98-ban jött egy áttörés, amikor az interferon mellé jött a ribavirin, ezzel a kettős kezeléssel már szignifikáns számú beteget tudtunk azért meggyógyítani, aztán utána volt egy nagy áttörés 2003-2004-ben, amikor a pegilát interferonok megjelentek, és a pegilát interferon ribavirin kombinált kezeléssel azért a betegeknek egy olyan 40-50%-át is akár sikerült meggyógyítani. Igaz, hogy sokszor elég nagy kilódás árán, de azért ez már egy nagyon komoly eredmény volt a korábbiakhoz képest.
és igaziból a HCV kezelésében az interferonmentes kezelési módok, azok ugye 2014-től jelentek csak meg a világban, tehát ott volt egy igaziból az utolsó nagy áttörés. Gratulálok ehhez a filmhez, nagyon-nagyon jól összefoglalja a problémákat. Néhány állítással azért vitatkoznék, vagy azt gondolom kiegészítésre szorul, de nagyjából egészében egyetértek az itt elhangzottakkal. Tehát ugye mi történt 2014-ben? A filmben is emlegetett Gilead cég ugye kihozta a Sofosbuvirt, ami egy polimeráz gátló, és hát ennek ugye a 12 hetes kezelés, tehát 84 darab tabletta került ugye 84 ezer dollárba, azért hívták 1000 dolláros tablettának. Most ez azért Amerikában is elég sok pénz, és ott is először megrökönyödést váltott ki, és ha jól emlékszem, meg jól tudom, akkor a cég meg az amerikai, meg a kongresszus között volt is valami levelezés, aminek nyilván az lehetett tehát a cég azt a választ adhatta, hogy miért ilyen magas az ár, hogy hát az innováció sokba kerül. És hát persze lehet azt mondani, hogy egy kis cég ezt pár millió dollárból fejlesztette ki, és a Gilead meg megvette nem tudom én hány milliárdért, de azt azért kell látni, hogy ez egy majdnem 25 éves fejlesztési, gyógyszerfejlesztési kilódás és folyamat végén tehát jött létre. Én sok olyan kongresszuson voltam még a 2000-es évek elején, amikor már mondták, hogy hú, már itt az áttörés, már lesz jó gyógyszer, stb. Aztán csak nem lett, mert mindig kiderült, hogy valami komoly bibi van, valami súlyos mellékhatás lép föl embereknél, és aztán csak 2014-ben sikerült az első ilyen áttörő készítményt kihozni, és akkor a Sofosbuvir után rövidesen megjelent a Harvoni, ami ugye Sofosbuvir Ledipasvir kombináció, ez volt 100 ezer dollár, és aztán utána az EBV is kijött az ő hármas kombinációs készítményével, már akkor egy picit alacsonyabb áron, hogy nyilván piacot nyerjenek, aztán most az MSD-nek van már új készítménye, aztán közben a Bristol Myersnek is volt készítménye. Tehát kialakult azért egy piaci verseny, ami miatt ezek az árak lefelé tendálnak. És hát közben, amikor közben ugye hát a világ nem nyugati, hanem keleti részén, ahol hát több ember él, meg valószínűleg nagyobb az érintettség is, mint nyugaton, ott ugye elindultak a generikus készítménynek az előállítása, vagy a generikus készítmények előállítása, és hát kialakult ez a százszoros árdifferencia, és hát ebben a globalizált világban, ahol ilyen nagy különbség van árak között a különböző területeken, hát óhatatlanul megindul ugye mindenféle áramlás. Magyarország, tehát ez mondjuk így globálisan, így nagyon hozzávetőlegesen, és akkor mi a helyzet Magyarországon? Hát Magyarországon milyen számok vannak forgalomban? Az anti-HCV pozitív, tehát az ellenanyag pozitív érintettek száma az olyan 70 ezerre tehető, aki ebből PCR pozitív, tehát a vírus is ott kering a vérében, az talán olyan 50 ezer ember lehet. Ebből az 50 ezerből mondjuk fölismertünk eddig olyan 20 ezret, talán kezeltünk 10 ezret, és abból meggyógyult kb. 6 ezer. Nem tudunk igaziból nagyon pontos előfordulási számokat. Tehát erre nincsenek igaziból komolyan vehető széleskörű felmérések. Azt meg, hogy egy bizonyos közösségekben milyen arányok vannak, azt meg aztán pláne nem nagyon tudjuk. Úgyhogy ezekre a régen véradóktól nyert ilyen hozzávetőleges adatokra támaszkodik még mindig mindenki. És hát ezen számok alapján
próbál a szakmai közösség valahogy elindulni. Azt is elmondanám, hogy a magyar hepatológusok szakmai közössége az egy meglehetősen behatárolt kis orvosi közösség. Ez azt jelenti, hogy olyan 50-60 aktív hepatológus dolgozik országos szinten. Viszont az ellátás az nagyon jól szervezett, tehát hepatológiai centrumok léteznek, amik mondjuk Budapesten az egyetemi klinikákhoz, vagy főleg a László, vagy még a László kórházhoz, meg még néhány helyhez kötöttek, és egyébként minden megyeszékhelyen van ellátócentrum. Az orvosok azok vagy belgyógyász gasztroenterológusok, akik még kimondottan hepatológiával is foglalkoznak, vagy pedig infektológusok, akik szintén kiemelten foglalkoznak krónikus vírusos májbetegekkel. A magyar hepatológusok azok proaktívan próbáltak már évekkel ezelőtt, amikor lehetett látni, hogy itt lesznek változások, és hogy drága gyógyszerek lesznek, proaktívan próbált föllépni, és létrehozta a hepatitis regisztert. Tehát ez egy abszolút szakmától kiinduló kezdeményezés volt, és az volt az elgondolás, hogy ne a minisztérium, vagy az OEP, vagy mit tudom én, mondja meg, hogy majd ki, meg hogy kap gyógyszert, hanem a szakma találja ki, és tegye le a biztosító felé. Ez meg is történt, és azt kell mondani, hogy azért alapvetően ez a rendszer, ez működik. Tehát, és akkor ugye azt kellett meghatározni, hogy milyen prioritás alapján jussanak hozzá betegek a gyógyszerekhez, és akkor az a szakmai döntés született, hogy a legsúlyosabb, legerőre haladottabb cirrózissal rendelkező betegek kerüljenek a lista élére. Ezt egy nagyon jól definiált pontrendszer alapján sikerült megvalósítani. És amikor indult ez az egész dolog, akkor egy ideig ez ilyen nagyon, tényleg nagyon transzparensen és jól követhetően működött. Aztán most tavaly évvége, most éveleje óta ez hát veszített ebből a jellegéből. Nagy valószínűséggel elsősorban azért, mert még 2015-ben kötött a akkor még OEP, most NEAC-nak hívják ugye ezt a szervezetet, egy olyan keretszerződést kötött a cégekkel, ami egészen 2015-től 2007-ig áthúzódóan vették meg a gyógyszereket. És itt azt is fontos megjegyezni, hogy Magyarországon nem a lista áron, nem a piaci árakon veszi meg a biztosító a cégektől a készítményeket, hanem tendereztetés alapján. Egyébként ebbe az egész folyamatba az EBVI cég is nagyon aktív szerepet vállalt egyébként az elején, reménykedve abba, ami részbe be is jött nekik, hogy az ő készítményeik is fogyni fognak. Aztán volt olyan cég, ami gyakorlatilag így mindenféle külön aktivitás nélkül úszott az árral, és aztán a végén szinte ők nyertek talán a legnagyobbat. De most úgy néz ki a helyzet, hogy az az ígéret van. Azért tudok erről egy picit frissen beszélni, mert most szeptember 22-én volt a hepatológiai konszenzus konferencia. Ez minden évben szeptemberben van, és a fejleményeket, tehát az újabb gyógyszerek megjelenését, a diagnosztika részéről történt változásokat, ezeket a szakma igyekszik mindig beleaplikálni ezen keretek közé, amit aztán végső soron egészen hivatalosan a minisztérium hagy jóvá.
ez itt mindig van persze időbeli elcsúszás, de a szakma az egységesen, tehát minden centrumban ugyanolyan kezelési elvek alapján történik az ellátás. És azért vannak nagyon komoly eredmények. Tehát mióta van az interferonmentes kezelés, azóta már az OEP által visszaigazoltan, ugyanis az OEP olyan szerződést kötött már a cégekkel, hogy kizárólag gyógyult esetet finanszíroz. Tehát ha valaki a 12 hetes kezelés utáni 24 hetes PCR-nál is negatív, tehát praktikusan meggyógyult, akkor fizetik ki a pénzt. Úgyhogy azért ilyen korábban Magyarországon még nem volt. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly előrelépés, de hát ezen modern gyógyszerekkel így a cégek kb. Mondjuk 5%-ot reszkíroznak maximum, és a magyar real life eredmények azok teljes mértékben jól lekövetik azokat a nemzetközi stadikat, amik alapján ugye ezt a cégek be tudták vállalni ezt a idézőjelbe rizikót. Jó, majd folytatjuk. Köszönöm, csak hogy adjuk meg másoknak is. Tündére nézek, hogy a vírusos májbetegek országos egyesülete hogy látja ezt az egész helyzetet? Uha, nagyon látja, sőt, szerintem sokat is tesz érte. Ott kezdjük, sajnos egy szomorú hírt kell bejelentenem. Én vagyok a Vimor alelnöke, azért mert az alelnök úr nagyon beteg lett, és most kaptam a hírt, hogy ma hajnalban meghalt. Rajta nem tudtunk segíteni, viszont hogy látom a helyzetet, a Vimor az ELPA-nak is tagja, ami az Európai Májbetegeknek a szervezete. A Vimor rendszeresen szervez szűréseket, pontosan ezekért a számokért, amit tetszett említeni, hogy ez egy olyan betegség, amiről nem tudnak. Nem tudnak az emberek. Ez lappang, ahogy a filmben is volt, 40 évig is képes lappangni. Most 30-án volt egy országos szűrőprogramunk, nagyon sajnáljuk, hogy Kelet-Magyarország ebben nem vett részt. Miskolc, Debrecen és Nyíregyháza nem szűrt, 600 embert szűrtünk, amiből 7 pozitívot találtunk országos szinten. A gyógyszerrel kapcsolatban a várólista az az orvosok számára egy végtelenül bonyolult feladat, mire azt lerögzítik, és a különböző ilyen igazolásokat, nem jut eszembe a pontos szó, hogy leleteket beszkennelik, csak egyetlen egy baja van a beteg társadalomnak, hogy a várólista nem mozdul. Nagyon-nagyon lassan mozdul. Na most itt mindenféle ígéretek lehetnek, de a Vimor megtette azt egyszer, hogy elment a minisztérium elé és tiltakozott. Na akkor összeszedték magukat, és akkor ripsz-ropsz adtak kicsit több gyógyszert. Több betegnek, de olyan nagyon nem. Valóban én egyszer voltam egy ilyen gyógyszerészeti konferencián, és teljesen ledöbbentem, hogy mire egy gyógyszer forgalomba kerül, mi pénzbe és mi munkába kerül. Na most igen, hallottam azt is, hogy beindult egy bizonyos ázsiai ország felé a gyógyszervásárlási turizmus. Ennek úgy tudom, hogy az az oka, hogy viszont az a csúnya gyógyszergyár, aki igencsak drágán adja, annak a bizonyos országnak ingyen és bérmentve átadta a licenszet, mert ők a legjobban kiszolgáltatottak, és ezáltal tudják abba az országba olcsóbban adni a gyógyszert, mert nem kellett a szabadalmat meg a licenszet megvásárolniuk. És én nagyon szeretném, ha a hepatológus kollégák meg a drogos képviselők, ha ilyen szűréseken nagyobb, sokkal nagyobb támogatást kapnánk, mert az, hogy mi a évi 2000 forintos tagdíjunkból próbáljuk fönntartani magunkat, és ebből plakátokat csináltatni, meg mindenféle hókuszpókot varázsolni,
igen nehéz, de viszont ha egy ilyen szűrők kampánynál már a hirdetésből átvennének némi részt, és el tudnának jönni emberek, az nagyon-nagyon jó lenne. A Lurdi ház ingyen és bérmentve biztosította számunkra a helyet, két tévétársaság is megkeresett minket, de sajnos a diszkrimináció miatt azok, akik bejöttek, na az volt a javaslatom, hogy írjuk oda, hogy ingyenes. Na, magyar arra kap. Írjuk oda, hogy anonim, arra meg még pláne, mert akkor nevét se kell adni az egészhez. Tehát elég sokan eljöttek, de viszont míg a tévétársaság ott volt, az eredményért nem mertek bejönni. Szóval valahol ezt a hitet is el kéne valahogy törölni, hogy az a szerencsétlen, akinek hepatitis C-je van, az nem biztos, hogy valami förtelmes életmódot folytatott, mert lehetett fogorvosnál, vagy bárhol, bármikor, bármi történhetett vele. Ugyanígy az écesekkel és szegény drogosokkal, bár személyes véleményem, és ez az Osváth Tünde véleménye, hogy én nagyon-nagyon becsülöm a drogosoknak a munkáját, de én azt hiszem, hogy pszichológussal kéne ezt gondolom együtt csinálniuk, mert hogy valaki valamihez nyúl, az annak valami lelki oka lehet. Tehát nem csak simán kezdi el a drogot nyomni magába valaki. Gondolom én, mint ahogy az alkoholizmus is valahol, valahonnan indul. Köszönöm. Szerintem Virága megszólítottnak a jogán, akkor odaadom neked a mikrofont, hogy hogyan látod, hogy a drogfogyasztókkal foglalkozó szervezeteknek a szerepét ebben az egészben? Én is üdvözlök újra mindenkit. Úgy, ahogy a filmben is láttuk, tehát, hogy ugye mi ártalomcsökkentéssel foglalkozunk, ez azt jelenti, hogy hát mi vagyunk az eleje egy ilyen történetnek, tehát rejtőzködő szerhasználókkal, meg szexmunkásokkal dolgozunk utcai munkában, illetve nem utcai munkában, MSM kliensekkel. Ők különböző rizikóviselkedésekkel élnek, bizalmatlanok, nem tudnak, ha egyáltalán van csatornájuk az egészségügyi ellátórendszer felé, ami általában nincsen, de hogyha esetleg akad, akkor sem tudnak abban igazából működni, nem ismerik a nyelvet, nagyon sok előítéletnek vannak kitéve. Én azt gondolom, hogy ha valaki rosszaságot csinált is, ugyanúgy megérdemli a gyógyszeres kezelést, azt, hogy ne stigmákat kapjon, hanem tehát, hogy mi alapján ítélem meg én, vagy bárki más az, hogy ki mit művel, tehát magánügy. És igen, az ember követel hibákat, előfordul. Tehát, hogy valóban, tehát, hogy az alacsony küszöbű programok nélkül nem megy a történet, hiszen a legveszélyeztetettem, vagy a legtöbb rizikóval élő klienseket. Sajnos egy ilyen meghirdetett szűrő esemény, nagyon jó, hogy van, legyen minden nap, de hogy nem éri el őket. Tehát, hogy nem fognak oda menni. Ezért kéne a segítségetek. Ezért kéne. Mi próbálunk a helyszínre, tehát, hogy mi úgy utcázunk, hogy alapvetően oda viszünk mindent. Vannak nekünk is gyors teszteink, mondjuk mi most inkább a HIV szifiliszt szűrjük, mert mondjuk harmad annyiba kerül, mint amit most Magyarországon hepatitis teszt lehet venni. Tehát próbáljuk, keressük az utakat, hogy honnan lehetne olcsóbban teszthez jutni, de hogy közben meg igen, ott van ez az ANTSS része a történetnek, hogy nem világos, hogy én gyors tesztes szűrést és tanácsadást végezhetek-e az utcán. Mert hogy igen, de közben meg az OEK, ex-OEK állásfoglalása, vagy a szakmai ajánlása értelmében pedig igen, illetve amikor az OEK-nek voltak még pár éve ezek a kampányszűrései, amikor tűcsere programokban a szakemberek, tehát az ott dolgozók végezték a szűréseket, akkor lehetett. Tehát, hogy HIV counseling végzettsége nálunk is mindenkinek van, hepatitis B oltása is, ez az OEK-nek, tehát az OEK szűrésekre jó volt, akkor én most, mint alapítvány, nem OEK szűrés cím szóval, tehát ha lecserélem a címkét, akkor miért nem? De rajta vagyunk egy másfél éve, hogy itt kiderüljön, hogy mi a helyzet.
Csak még egy kérdés, hogy tudsz-e olyan esetről egyáltalán, amikor mondjuk intravénás drogfogyasztó eljutott hepatitis C gyógykezelésbe? Nem, mert ugye Magyarországon a belépés az a TB fedezet, tehát hogy a tajkártyáján legyen fedezet, illetve a szervmentesség. Nem igazán tudják ezt megütni sajnos. És igen, hallottam előadást, hogy hát ott várnak az X kórházban a betegekre, de hát ezek a drogosok nem jönnek be. Hát miért nem jönnek be, van lehetőség, és akkor így mondom, hogy jó. Okay. Tehát hiába lenne esetleg még elérhető kezelés, de hogy nem jutnak be maguk a drogfogyasztók, mert hogy nincsenek papírjaik, meg akkor ezek szerint még életben van az a bizonyos protokoll, ami kizárja az aktív droghasználókat a kezelésből. Igen. És akkor itt említésre került ez a bizonyos gyógyszerturizmus, ami azt jelenti, hogy vannak olcsó, generikus gyógyszerek más országokban elérhetőek, és Tamásnak ezzel kapcsolatban vannak tapasztalatai is. Ezt szeretném, hogy meséld el nekünk, hogy ez hogyan tud működni. Jó. Sziasztok, jó estét! Hát nagyon megszólítva érzem magam, mert én ugye volt szerhasználó, HIV-fertőzött, meleg tudós vagyok. Tehát, hogy és akkor most vagyok jó ember, vagy rossz ember? Szóval tudod, ez egy ilyen nagyon nehéz kérdés. Tehát van egy ilyen publikációs listám, meg így segítek embereknek, meg elmegyek előadást tartani, meg vannak kitüntetéseim, de hát én bizony egy volt szerhasználó, HIV-fertőzött, mert egy éces buzi vagyok. Tehát, hogy akkor most ez... Ja, és pszichológus. Tehát, hogy akkor ez, érted, ez hogy van? Hogy a címkékről egyébként nagyon sokat szoktunk beszélni, egyébként is így a páciens aktivizmusban. Nem teljesen az történt, hogy a Gilead gyógyszergyár odaadta volna Indiának a licencet, hanem a... Nem baj, én mondok. Hanem a nem baj, ez mindegy. De hát tudjuk, hogy ez így van. Tehát ez kb. 3 kattintással lehet az interneten megtudni. Szóval nem ez történt, hanem az történt, hogy az indiai kormány elkobozta ezt a szabadalmat. Arra hivatkozva, és kiadta az Indiában működő generikus gyártóknak, tehát a 4 legnagyobb generikus gyártónak Indiában, 2 érvre hivatkoztak. Az egyik az, hogy azt mondták, hogy ez nem eléggé innovatív molekula, tehát nem eléggé új ez a gyógyszer, amiben részben igazuk van, részben nem annyira van igazuk, ahogy azt Tamás egyébként el is mondta, ami a kutatás jelentőségét illeti. Bár hozzáteszem, hogy ugye a Gilead gyógyszergyárnak ez a befektetése, ez egy év alatt nemhogy megtérült, de megduplázódott. Tehát, hogy a 11 milliárd dollár mellé kerestek másik 11 milliárd dollárt egyetlen év alatt, és azóta is ugye ketyeg a számláló 2014 óta. Szóval a másik érvük pedig az volt az indiai kormánynak, hogy Indiában annyira súlyos a hepatitis C járvány helyzete, hogy közegészségügyi vészhelyzetet hirdettek, és ennek alapján joguk van egyébként a nemzetközi kereskedelmi szerződések és az ENSZ egyezmények alapján joguk van elkobozni a szabadalmat, és azt átadni generikus gyártóknak. Ehhez bármelyik országnak egyébként joga lenne. Az Európai Uniónak is joga lenne hozzá, és az Európai Uniós országoknak is joga lenne hozzá. És amikor itt lehetett látni a Medicines Sans Frontières, vagy az Orvosok Határok Nélkül aktivistáját, akkor ők nagyon erősen küzdenek azért, hogy az Európai Uniós országok, vagy maga az Európai Unió is éljen ezzel a lehetőséggel, és vegye kötelező, tehát ilyen kötelező licenc átadást követeljen meg a gyógyszergyáraktól, például pont a hepatitis C gyógyszerek esetében. Tehát azért ez picit árnyalja a helyzetet. Tehát nem arról van szó, hogy a Gilead jó szántából döntött volna így. 2 formája létezik, ha tetszik, gyógyszerturizmusnak. Mind a kettő egy picit így a szürke zónában működik. Megértem, mert aki az életéért
azért küzd, az igenis vállalja. Hát szerintem is, abszolút, persze. De hogy egyébként nincs benne, tehát nincs benne semmi, nincs az a megdöbbentő, hogy semmi jogsértő nincs benne. Az más kérdés, hogy etikus-e. Tudunk olyan utazási irodáról, állítólag egyes hepatológusok tulajdonában, mondják a pletykák, amik kifejezetten ebből a célból szerveznek utazásokat Indiába. Oda lehet menni, kifizetsz, nem tudom, 1 millió forint körül állítólag, és akkor elutazol Indiába, ott vagy egy hétig, hazajössz, a táskádban van a gyógyszer. Ez teljesen legális egyébként, tehát ennek semmilyen jogi akadálya ennek nincs. Illetve az, amit mi csinálunk, az úgynevezett beszerzői klub, vagy klubok keretében, hogy ezt a gyógyszert ezt megrendelheted postán. Magyarországon mindenkinek joga van maximum három havi gyógyszerkészítményt az országba akár postai úton behozni, ráadásul vámmentesen. Áfát fizetni kell utána, de vámot nem. És három havi, tehát maximum három doboznyi gyógyszert lehet, na de szerencsére ugye hepatitis C kezelés az pont 3 hónap, ugye 12 hét, úgyhogy ez kényelmesen belefér, ezt futárszolgálattal küldik, teljesen legális, a vámhivatal vámkezeli, kifizeted az áfát, beszeded a gyógyszert, meggyógyulsz. Most 37 páciensnél tartunk, akik meggyógyultak így az elmúlt körülbelül picit kevesebb, mint egy év alatt. Én is köztük vagyok, én voltam akkor az első egy évvel ezelőtt, aki ebbe a dologba belevágtam. Gyógyszert azt lehet rendelni Indiából, Tájföldről, Ausztráliából, Moszkvából, Londonból, egy csomó ilyen beszerzői klub létezik, akik kifejezetten erre szakosodnak. A beszerzői klub sem újdonság egyébként, hiszen hogyha láttátok a Dallas Buyers Club című filmet, vagy a mielőtt meghalok, miután meghaltam, valami ilyesmi. Az pont erről szól, hogy ez hogyan kezdődött ugye a HIV területén, hogy nem lehetett hozzáférni a gyógyszerekhez, de mondjuk Mexikóban már gyártották ezeket a gyógyszereket részben legálisan, részben feketén, és akkor így csempészték emberek ezeket a gyógyszereket az Egyesült Államok területére, aztán később az Egyesült Királyságba is, és akkor ott nem a gyógyszerét fizettél, hanem klubtagsági díjat fizettél, és akkor a klubtagként kaptál gyógyszert. Tehát ez volt a szolgáltatása a beszerzői klubnak, hogy megkaptad a gyógyszeredet a tagsági díjért cserébe. Itt is valami hasonló történik, kifizeted a század részét a kezelés árának, és megkapod a gyógyszert. Te veszed meg, tehát az ellátórendszer nem lát el, hanem neked kell kifizetned a gyógyszeredet. Ez mondjuk a hátulütője ennek a dolognak. De hogyha én megpróbáltam volna kivárni, amíg kezelést kapok, akkor még most is hepatitis C-vel élnék, és cirrózisos májjal, és stb. Mert a HIV-fertőzés, az interferon kontraindikáció, a depresszió, meg az, hogy pszichológus vagyok, meg ez mind nem volt elég, csak 49,5 pontra, és akkor fölemelték 60 pontra a határt. Tehát, hogy szóval, hogy teljesen esélytelen volt az egész, én pedig tudom, hogy minél hamarabb meggyógyulok, pláne HIV-fertőzöttként, annál tovább fogok élni. Tehát, hogy ez nekem nem volt kérdés, hogy szükségem van erre a gyógyszerre. De hogy lehet egy csomó mindent csinálni, tehát, hogy aktivistaként is lehet egy csomó mindent csinálni, és csinálunk is rengeteg mindent, és pont az ELPÁ-nak van arra pénze, hogy adjon nektek pénzt plakátra, csak szólni kell a Tatjánának, hogy szedje össze magát végre, és csináljon valamit. És... Jó, hát nagyon szívesen veszek le. Igen. Igen, igen, nagyszerű dolog ez. Hosszan tudnék erről beszélni, de hogy meg kell neki írni, és lesz szíves a Tatjana Rejty összeszedni magát, és segíteni nektek. Mert ez ott azért van ott. Azért kapja a nem szerény fizetését egyébként, hogy az ilyen helyi szervezeteknek segítsen, és felháborodva hallom ezt, hogy nektek arra nincsen pénzetek, hogy plakátot nyomassatok, miközben a Tatjana első osztályon röpköd körbe a világban, konferenciáról konferenciára. Már elnézést kérek, tényleg, na mindegy. Nem vagyunk jó kollégák Tatjánával, mint ez most látszik. Na, szóval, hogy így, tehát, hogy ne üljetek örbetett kézzel, rengeteg mindent lehet csinálni. Szóval tényleg ott vagyunk, és ott vagyunk mi a HIV-fertőzött közösség, akik ezt csináljuk
25 éve, hogy tehát szívesen segítünk. Figyelj, azt mondod, hogy karba tett keze, de fogjunk össze. Hát ha több szervezet összefog, és állambácsinak elmondja, hogy állambácsi, neked erre lépned kéne, akkor hát ha, mert most az, hogy a kis vimorot elkezd kopogtatni a kis nem tudom hány fős létszámával, hát elzavarnak minket. Többen. Ha a fekete himlőt eltüntettük, ha a TBC-t eltüntettük, ha a súlyosabb betegségeket eltüntettük a földről, akkor igenis kopogjunk ott mindannyian, hogy szponzorálja a gyógyszert, hogy az a szerencsétlen orvos, elnézést, ezt most nem így akartam mondani, bocsánat, de hogy az a beteggel törődjön, és ne avval, mire föltölti azt a várólistát. Hát én láttam, hogy kell föltölteni. Hát az alaphangon másfél óra egy ember. Úgy simán. Akkor hol van a beteggel való törődés? Rögtön nincs már. És az a várólista, az nem mozdul. Az sajnos leginkább. Aki volt a 400-dik, most a 700-dik, szóval ilyen jó kis számok vannak. Ha összefognánk mindannyian, akkor lehet, hogy tudnánk állambácsinak mondani, hogy hoppá. Kezdjük az összefogást az Európai Tesztelési Héttel. Ugye minden évben az AIDS világnapot megelőző hét, az Európai HIV hepatitis tesztelés hete, ezt most ötödször vagy hatodszor rendezzük meg. Virág, ötödször vagy hatodszor? Vagy, igen, én sem tudom most pontosan. Rendezzük meg, ez a HIV fertőzöttek közösségéből indult kezdeményezés, amit többek között az én szervezetem indított el, vagy öt vagy hat évvel ezelőtt, amikor minden civil szervezet Európa szerte egyszerre, kampányszerűen egy hétig kínál alacsony küszöbű szolgáltatásként HIV és hepatitis tesztelést. Minden országra megvan a megszabott protokoll, tehát attól függően, hogy mit lehet csinálni az adott országban, és ez valóban Magyarországon egyébként trükkös. Én is szoktam egyébként például a nappalimban szűrni, jobb hiány, tehát hogy nem tudok jobbat. De hát szóval van otthon tesztem, meg van papírom, hogy szűrhetek, szűrök. Például azt lehet csinálni, hogy akkor együtt próbáljuk elérni azokat a közösségeket, mondjuk mi Magyarországon a melegeket elsősorban is, ugye mert a HIV-fertőzés az főleg a melegeket érinti ebben a térségben, nem csak Magyarországon, ebben a régióban. Meg ti megpróbáljátok elérni azokat az érintetteket, és nem feltétlenül a szerhasználókra gondolok, mert a szerhasználókat azokat szűrik, jól mennek a virágék, aztán küzdelmes, de ők elérik őket, hanem azokat az embereket, akiket nem érünk el, azokat a ti segítségetekkel tudjuk a tesztelési héten elérni, és azt is tudjuk, hogy az ilyen közösségi tesztelésekből, az ilyen közösségi tesztelési helyekből és kampányokból találjuk meg a legtöbb új diagnózist. Tehát például a HIV-fertőzöttek esetében, Portugáliában, Görögországban, Spanyolországban az újonnan kiszűrt HIV-fertőzöttek 60%-a ilyen közösségi szűrésekből kerül ki. Tehát, hogy ott találjuk, mert ugye mi tudjuk, hogy hova kell menni. Meg ti tudjátok, hogy hol vannak nagy valószínűséggel a hepatitis C hordozók, amit lehet, hogy a virágék már nem tudnak, mert ők a szerhasználókat ismerik. Nagyon nem tudjuk. Pontosan ezért van ez az országos szűrő kampányunk évente. De pont ezért, tehát, hogy mi idén is csatlakozunk ehhez a HIV Testing Weekhez a változatosság kedvéért, és hogy pont ezért kell nagyjából mindenhol elérhetővé tenni, és nagyon alacsony küszöbű szolgáltatásként, tehát mi járunk szórakozó helyekre is tesztelni, meg tanácsadni. Mindezt úgy csináljuk, hogy ne zavarjuk a szórakozókat, tehát nem így belenyomulunk az arcukba, hogy itt vagyunk, és most azonnal add ide az újat, hanem ilyen nagyon diszkréten. És hogy most is megyünk mondjuk egy MSM buliba, de hogy ilyen mindenki által látogatott helyekre is szoktunk menni, és a Testing Weekend meg még több helyen szeretnénk most szűrni. Egyszer a Tamás nagyon bemozdított erre, a Blahán kapjuk el az embereket, vagy az oktogonon, ezen még gondolkozunk, de hogy tényleg, aki leszáll a villamosról, ott mondjuk egy kicsit direktebben, gyere gyorsan, ha van 5 perced, leszűrünk.
És hogy így valószínűleg így el lehet érni, nem az ilyen rizikóviselkedéssel élő, rejtőzködő csoportokat, akiket mondjuk mi is el tudunk érni, hanem a mindenkiből azt, akikről a Tamás beszél. Jó, hát lehet, hogy ebbe igazatok van, de először is van egy veszélyes hulladék elszállítás. Azon kívül mi, amikor szűrünk, akkor általában a szakképzett ember szúr, és mindig van egy orvos, mert amikor van eredmény, azt az orvosnak kell közölni. Most ez nagyon jó dolog, mert én is már ki vagyok okosodva, de minél inkább ilyen okosabb vagyok, annál hülyébb. Tehát én nem adhatok tanácsot egy másik embernek, és megmondom neked őszintén, hogy attól kapok leginkább frászt. A Vimornak van egy Vimor klubja, ami két havonta működik, mi alakítottuk, betegek oda járnak, mindenki ott el tudja mondani a kis magáét, a kis bánatát, és van egy orvosunk, a dr. Nemesi Krisztina, aki minden Vimor klubban ott van. Tehát amikor egy rendelőben az orvosnak nem mersz föltenni kérdést, két okból, mert feszélyezett az egész helyzet, másodszor meg még kint vagy 20-an várnak, akkor ő ott fél négytől este 8-ig egy húzamba beszél. De, szóval ott vagyok, amikor hallom, hogy az interneten olvasta. Na, ez nagyon jó dolog, amit az interneten olvas, mert nem biztos, hogy az úgy igaz. Amikor jó oldal, akkor is minket el kell kezdeni terjeszteni, hogy ezt, hogy de hogy ezt az oldalt olvasd, azt szakember terjeszti. Nyilván. Persze, de hogy az internet sokkal több embert elér, illetve én azt gondolom, hogy egy sorstárs, vagy egy tanácsadó, vagy egy segítő, vagy egy konzultáns a lelki részével tud foglalkozni. Persze el tudom mondani a másikat is, de azt elmondhatja akár orvos, de hogy szerintem sokkal erősebb az a segítség, miután már tisztában van a betegség menetével, hogy akkor ő és a kis közvetlen vagy tágabb környezete ezt az egészet hogy kezelje? Tehát, hogy na, azért van a klub, igen. Ez tök jó, hogy ez ilyen önsegítő klub, ha jól értem. Teljesen, eddig meg nem nevezett gyógyszercég adott egy helységet, akkor az már nincs, akkor a Várószoba helységébe tudtunk lenni, onnan is kilettünk lakva, és most az Unika fogadott be minket, és két havonta van ez a klubunk. Tehát ha egyszer úgy érzitek, nagyon nagy szeretettel várunk, mert szerintem csak összefogva lehet. Lásd a Sziget, együtt szűrt a Vimor és az ÉCS alapítvány. A Sziget. Azt tudod, hogy a Szigeten tizenvalahány év alatt, mennyit van a Sziget, 20 éve? Ez alatt egyetlen egy HIV-fertőzöttet találtak. És ez azt jelenti, hogy nem jó helyen szűrnek. Mert nem akkor jó egy HIV szűrés kampány, hogyha nem találunk HIV fertőzöttet, hanem akkor jó, hogyha találunk egy csomót. Mert akkor de jó helyen találtatok. Szűrtünk. Én nem voltam ott, de örülök, hogyha találtak. Mert de találtak, én határozottan szuper. Tudom. Mert tavalyig még egyetlen egy ember találtak, tehát 20 év alatt nem, egyetlen. Nem, idén többet találtak, szuper. Annak nagyon örülök, mert annál több ember kerül be az ellátórendszerbe. De még mielőtt itt vita alakulna ki közöttünk arról, hogy mit jelent a páciens aktivizmus, meg az önsegítés, meg nem tudom. Ti nem akartok tanácsot adni, az oké, okay, majd adok én. De tehát várjál, okay. Nem érted, utcán nem akarok, szóval... Ja persze, jó, de azért mondom, hogy ez én körülbelül én olyan, adok, mint amikor a jehovisták meg akarnak téríteni. Nem teljesen. Szóval... De mindegy, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy akkor osszuk meg ezeket a feladatokat. Tehát, hogy akkor, mert én például, én őszintén agyfaszt kapok az ilyen, amikor leülünk és panaszkodunk, ezt csináltam évekig, és már nem megy. Tehát már tényleg nem megy, de mert elfogyott a türelmem, meg az időjárásom, nem mindegy. Szóval, hogy de ha ti ezt csináljátok, az hatalmas nagy segítség, és tök jó, és akkor osszuk meg ezeket a feladatokat, ahogy a Virág is mondta, és akkor ott legyen, tehát legyen olyan kör, ahol lehet beszélni egymással, mert ez alapvetően fontos, de hogy közben meg vannak olyan páciens szakértők, akik tudnak konkrét tanácsadással segíteni. Tehát akik tényleg anélkül, hogy egyébként bele
bele akarnék kotnyeleskedni az orvos dolgába. Teszem hozzá, itt elhangzott ebben a videóban is, hogy pont a hepatitis C már olyan betegségé válik, ahol ugye arról folyik a beszéd az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Németországban, hogy majd a házi orvos felírja, mert ehhez nem kell hepatológus. Mert ugye a betegek 97%-a úgy is meggyógyul, a mellékhatások gyakorlatilag nulla, tehát hogy tényleg nagyon kevés mellék, a bőrszárasság, nem tudom, enyhe fejfájás, tehát hogy tényleg nagyon enyhe fej... Miért ne írhatná föl a házi orvos? Tehát ugye ott már a protokoll megváltoztatásáról beszélnek ezekben az országokban, mire legyinthetünk, hogy jó, de ott biztos sok a pénz, de hát ez nem pénz, tehát a protokoll megváltoztatása az nem pénzkérdés. De hol a gyógyszer? Amit fölír majd a házi orvos. Hát az a szerencsétlen hepatológus. Hát az ott a patikában van. Igen. Harcolni kell a generikus készítményekért. Igen. Elég akkor az orvos? Tennék akkor azért néhány kiegészítést, meg megjegyzést, jó? Ha jól értem, akkor a Tamásnak a legnagyobb stigmája az a pszichológus, ugye? Jó? Oké. Okay. Egy picit menjünk vissza a számokhoz, jó? De és hogy én hol látom a problémát a orvosi oldalról. Jelenleg az interferonmentes várólistán van körülbelül 1500 ember. Tehát ugye az előbb említettem, hogy lehet kb. Ilyen, mit tudom én, 30 ezer föl nem fedezett HCV-s beteg az országba, és ebből ismerünk egy pár ezret. Tehát már jó pár ezret meggyógyítottunk, de aki jelenleg konkrétan kezelésre vár, az nem több, mint 1500, meg még lehet, hogy még egyszer annyi, akinek a pontszáma, ez az úgynevezett prioritási index, nem érte el azt a szintet, hogy egyáltalán rákerüljön a várólistára. Tehát be lett küldve ez a kérvény. Ezzel egyébként abszolút nem értek egyet, hogy egy nehéz egy ilyen kérvényt beküldeni, meg hogy a dokumentáció melléklése az valami áthidalhatatlan informatikai nehézséget kellene, hogy okozzon. Tehát ez egy nagyon szomorú dolog, hogy Magyarországon orvosoknak még van ilyen problémája, hogy mondjuk hogy lehet egy PDF dokumentumot föltölteni. Szóval azért ez... Ezzel nem, na. Jó, úgyhogy az a probléma, hogy nem találjuk meg hatékonyan a betegeket. És most visszautalnék erre a már korábban említett konszenzus konferenciára. Itt volt az első Orbán kormány első EU minisztere, Google Árpád volt az egyik előadó, elég nekem meglepő módon, aki arról beszélt, hogy 600 millió forintot költenek majd egészségügyi dolgozók szűrésére Magyarországon. Aztán elhangzott egy Honvéd kórházi hepatológus főorvos szájából egy hosszú előadás, amiben ő azt részletezte, hogy gyakorlatilag a Honvéd kórházba az utolsó segédápolóig műt mindenkit leszűrtek, 22 000 embert, és abból találtak azt hiszem 2 érintettet, akiből az egyik már tudta évek óta, hogy az van neki. Tehát, és most erre ki fogunk dobni az ablakon 600 millió forintot, ami az éves hepatitis büdzsének a 10%-a. Tehát 6 milliárd forint van évente elvileg a HCV-s betegek kezelésére elkülönítve, és hát ezt lehet többféleképpen nézni. Én azt gondolom, hogy magyar viszonylatban azért ez mindenképpen nem kevés pénz. Most a jelenleg zajló tendereztetés az egy vaklicit formájában zajlik, tehát a Gilead Fresenius, az MSD, meg az EBVI, gyakorlatilag ugye ez a három versenyző cég, az most vakon kell, hogy ajánlatot adjon, és akkor hát nyilván fognak valamennyi gyógyszert venni mindegyiktől, de döntően attól a cégtől fogják megvenni a gyógyszert, aki a legolcsóbb ajánlatot nyújtja, ami egyébként soha nem lesz nyilvános ez az ár. Tehát ezt nem eddig se tudtuk, hogy mennyi a tenderár, ezután se fogjuk tudni. Szerintem ez rendben van, hát nem tudom, szóval ez így van.
Az a lényeg, hogy az az ígéret, hogy ez a 6 milliárd forint, ez körülbelül 2000 beteg, vagy 2000 plusz 1500 beteg kezelésére lesz elég. Tehát akkor gyakorlatilag ott tartunk, hogy az összes hepregen, tehát hepreg váró listán szereplő beteget elvileg meg lehet gyógyítani 2 éven belül. De ettől a hepatitis C járvány nem fog megállni, és itt szerintem az a nagy kérdés, és talán főleg én úgy gondolom, hogy itt most azért gyűltünk össze, legalábbis részben, hogy ezekben a célcsoportokhoz hogy lehetne, ezekhez a célcsoportokhoz hogy lehetne eljutni, az ő ellátásukat hogy lehetne megszervezni, és hát ez okoz igaziból nehézséget a már korábban említett dolgok miatt. Egyébként szerintem Magyarországon talán egy hely van, ahol drogosok is hozzájuthatnak kezeléshez, talán ez az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, ami ugye a Robert, szóval valahol ott üzemel, és ott van egyébként hepatológiai ellátás, azt történetesen ismerem azt a kolléganőt természetesen, a Szabó Olga. Oké, okay. Akkor jó, ugyanarról beszélünk, és igen, ő korábban a László kórházban dolgozott, tehát ő vele gondoltam is, hogy föl is veszem a kapcsolatot, és megkérdezem, hogy mi a helyzet ezen a vonalon, csak aztán valahogy ez elsikadt ez a dolog, de esetleg érdemes lenne vele konzultálni, lehet, hogy már megtörtént. Szuper. A másik dolog, hogy történnek azért ilyen pilot próbálkozások mondjuk a drogosok, 8. kerületi drogosok körében felmérni, hogy mi a helyzet, és azt nem tudom, hogy tehát ha jól értettem, akkor a HIV szűrés valamilyen szinten megy, de a HCV már nem, mert hogy az a teszt az viszonylag drága. Csak az lenne a kérdés, hogy a kiszűrt HIV pozitívak közül mennyi a HCV pozitívak aránya? Igazából most ilyen pontos adatot nem tudok mondani, de volt egy 600 elem számú norvég keretek között egy tesztelés és tanácsadásunk Budapesten és 5 városban, és ott az összes intravénesszer használó HCV-re pozitív volt, 1-2-t kivéve. Tehát szuper. Ugye majdnem 100% tehát akkor, körüli volt a sajnos. Akkor én hadd mondjam itt a konzekvenciámat, jó? Tehát most ettől függetlenül, hogy azt gondolom, hogy ezt a 600 milliót nem totál ineffektíven EU dolgozók szűrésére kellene használni. Kiderült? Hát ezt nem lehet igaziból tudni, ezt valaki kitalálta. De érdekel, hogy kezdjük ott. Tehát nem, ezt én se értem igaziból, de ez van, és én azt gondolom, hogy ezt nyugodtan oda lehetne adni részbe nektek, meg hasonló szervezeteknek, és akkor azt mondani, hogy akkor az a feladat, hogy ezeket az embereket behozni valami olyan helyre, ahol ők aztán hozzáférnek a dologhoz, mert a Graham Foster professzorral, aki egyébként legalább 2-szer járt Magyarországon, ismerjük, ő nagyon jól mondta el, hogy ez már nyugaton, tehát nem kérdés, ezeken ők már rég túl vannak, hogy kit meg hogy kell kezelni, azt kell kezelni, akik terjesztik ezt a dolgot. Nem azt fogja terjeszteni, akiben ott van, mit tudom én, 30 éve, és amikor már, tehát hogy oké, okay, tehát nem... Tűtözt meg ott nagyobb eséllyel. Történik a terjesztés ja, is. Úgyhogy, de persze ezek most ilyen nagyon hirtelen változások, amik itt 2014-től, vagy Magyarországon inkább csak 2015-től bekövetkeztek, tehát még maguk a hepatológusok is, mi is csak néha kapkodjuk a fejünket, hogy a pár évvel ezelőttihez képest milyen más paradigmákkal szembesülünk. Másrészt a többi szakma képviselő, tehát mondjuk házi orvosi szinten, ott pedig szinte abszolút nem tudják követni. Ott évtizedek óta egy dolgot tudnak, hogyha hepatitis B vagy hepatitis C, akkor azt küldjük a László kórházba. És kb. Ennyi itt áll meg a dolog. Például a Nemesi Krisztihez. Jó, és...
Hát igen, tehát ezt a 600 milliót ezt szerintem sokkal értelmesebben el lehetne költeni. Sportra, bocsánat. Én egy számot tudok, és az, hogy a HIV és hepatitis C társfertőzöttek száma, az nagyon alacsony, az ilyen 60-70 körül van. Tehát az nem sok. Hát ezt a László kórházban, akiket ott kezelnek azok között. Akik bejárnak gondozásra, igen. Igen, de ugye az van, hogy a HIV-fertőzöttek ma már Magyarországon azonnal már kapnak kezelést, ezért aztán feltételezzük, bár nem tudjuk pontosan a kezelési kontinuum számai, azok még nincsenek meg, ezen dolgozik a László kórház pár éve, de hogy azt gondoljuk, hogyha tényleg mindenki kap, és tényleg mindenkinek felajánlják a kezelést, és mondjuk nagyjából mindenki fel is veszi a kezelést, akkor feltesszük, hogy mindenki visszajár. Tehát, hogy bejárnak, mert máskülönben nem kapnak módszert. Kérdés, hogy mekkora a látencia, akiket nem szűrtek ki mondjuk ugye HIV-re, és akkor innentől kezdve a társfertőzötteket sem lehet. És ebben nem állunk ugye túl jó, de ezt nem, neked nem kell mondanom. Igen, azért, hogy ezt nem hiszem, hogy neked el... Gyorsan elmesélnék még egy dolgot, amiben én részt vettem éveken keresztül. Az MSD cég szponzorált egy úgynevezett börtönszűrő programot. Én konkrétan állampusztára jártam, állampuszta Solt, ez egy elég nagy BV intézmény. Egészen pontosan tavaly januárban körülbelül 500 embert szűrtünk meg, ebből 50, azaz 10% lett anti-HCV pozitív, és ezeknek a fele az lett PCR pozitív is. Tehát amíg így az egész populációban ugye ilyen 0,5-0,7% az előfordulás, ott meg 10-szer annyi. Tehát pontosan 10-szer annyi. Ez a börtönprogram ez úgy zajlott, hogy ugye a cég adott bele valamennyi kis pénzt, annak érdekében, hogy aztán a kiszűrt betegek az ő készítményüket kapják. De itt azt gondolom, hogy a legjobban jártak az, akiket kiszűrtünk és meggyógyítottunk. A BV az olyan szinten futtatta, hogy szerintem EU szinten is bárhol, bármikor eladhatták ezt a dolgot, hogy ők egy ilyenbe segédkezet nyújtanak. Nekünk is jó volt ezt csinálni, és a cég is jól járt, tehát ez egy ilyen többszörös win-win-win program volt, ami aztán most ott bukott meg, hogy ebben az évben tehát itt interferon alapú kezelés ment. Most az én pácienseim azok döntően gyakorlatilag fiatal, más betegségben nem szenvedő, romák voltak, akik gyakorlatilag 99%-ban drogoztak korábban valamikor. Ezt akartam mondani, a klienseink, tehát, hogy tudnak leállni. Tehát, de ez baromi jól működött a program, mert aki általában azt a 24 hetet még bent töltötte a BV-ben, amíg végigment, mert egyébként tehát ilyen 90%-os arányba gyógyultak az interferon ribavirin kezelésre, és amíg benn voltak, akkor nem volt ezzel különösebb probléma. Ha valaki a kezelés közben kikerült, az gyakorlatilag el is veszett azonnal. Hát én pont próbáltam egy ilyen klienst még jó pár éve, nem tudom, 6-7, tehát kijött a börtönből, ott felvette az interferont, és hozta a papírjait, hogy akkor menjünk tovább, és egyszerűen így a Lászlóba, tehát kísérés, és hogy nem, tehát holott, hát én magam biztos, hogy több tucatnak felajánlottam, hogy majd, ha kijönnek, akkor majd nálunk találkozunk, odaadtam a mobilszámomat, az elérhetőség, minden, hát mit tudom én, tehát hogy mondjuk 1% jött vissza. Csak ha mondjuk ezt például tudja kint egy szervezet, az adatvédelemmel valahogy így természetesen figyelembe véve, akkor ott például ezt lehet ezen lökni, hogy akkor el is jussanak. Szóval ezek az érintettek mindenképpen komplex kezelést igényelnek, tehát az nagyon jól hangzott el, tehát a hepatológus az csak egy kis láncszem ebbe a dologba, de a szociális segítő, a pszichiáter, pszichológus és a többi az ugyanolyan fontos ezekben az esetekben. Egy picit visszadobom a labdát, mert hogy most... Szóval azért azt gondolom, hogy nagyon világosan vázoltunk egy csomó strukturális problémát és kihívást. Szóval Péter, te mit szeretnél tőlünk tulajdonképpen most? Én pont ezt szerettem volna, tehát hogy kapjunk mi, akik egyébként
ezt eléggé kívülről szemléljük ezt a dolgot, egy képet, és szerintem ez sikerült is. Hát egy elég élénk beszélgetést bontakozott itt ki, amiből kiderült a számomra, hogy hiányoznak azért alapvető ilyen stratégiai partnerségek, meg hogy igazából lehet, hogy ezt az egész párbeszédet akkor úgy kellett volna elkezdeni, hogy egy zárt ajtók mögött egy megbeszélés különféle szereplőkkel, tehát hogy ezek is úgy hiányoznak Magyarországon, hogy így senki nem szervez meg például egy olyan konferenciát, ahol mondjuk az összes szereplő részt vehetne. És hát azért, hogy azt mondjam, mindig ugye a fejétől büzlik a hal, tehát hogy itt a filmben is elhangzott, hogy a WHO-s hölgy mondta, hogy alapvetően ezt úgy kéne kezdeni, hogy legyen egy stratégia, tehát legyen egy nemzeti hepatitis stratégia. Magyarországon, ha jól tudom, ilyen még csak szóba se került, és akkor mondjuk előfordulatnak ilyen dolgok, hogy hasraütésszerűen az állam azt mondja, hogy most elköltök iszonyatosan nagy pénzt egy olyan populációnak a kezelés szűrésére, aminek abszolút nem lenne erre szüksége. Tehát, hogy az erőforrásokat kéne, az emberi erőforrásokat kellene ugye stratégiailag megszervezni és kialakítani, stb. Tehát, hogy hogyan, persze ez természetesen Magyarországon jelenleg a döntéshozóknak a teljes, hogy mondjam, tehát, hogy egyáltalán nem nyitottak, hogy úgy mondjam, erre a döntéshozók más területen sem, a drog területen sem, de hogy igazából arra lettem volna én személyesen kíváncsi, hogy tény, hogy a civil társadalom többnyire falakba ütközik, amikor mondjuk a hatalmat akarja rávenni egy ilyen nagyon stratégiailag integrált gondolkodásra, de hogy pont erre lettem volna kíváncsi, hogy esetleg van-e olyan, amit a civil társadalom, meg mondjuk a szakemberek, az orvosok egymás között tudnának tenni, tehát, hogy amit el is hangzott, hogy akkor legyenek ilyen partnerségek esetleg, hogy hogyan lehetne a hepatológus orvosoknak jobban együttműködni az ártalomcsökkentő programokkal, hogy jobban elérjék azokat az embereket, akik többnyire a mély szegénységben vannak. Mit lehetne azért tenni, hogy akkor a börtönből kiszabaduló ember az ne tűnjön el, és akkor ebbe hogyan lehetne esetleg bevonni a civil szervezeteket. Megoldásaim természetesen nekem sincsenek, de azt gondolom, hogy ez egy jó kezdő dolog, hogy itt most akár kevesen is, de leültünk, és mondjuk elkezdtünk erről beszélgetni, és remélem majd ennek lesz folytatása is. De még persze nem kell lezárnunk a beszélgetést, tehát folytatjuk. Nem, erre ez szerintem nagyon jó összefoglalását adtad a helyzetnek. Azt gondolom, hogy rettetesen szétaprózott ez az egész, tehát hogy van egy közös érdek, és mégis mindenki megy a saját vágányán, és nagyon nehezen sikerül koordinálni. Nem a hepatitis az egyetlen betegség terület, ahol ez a probléma fennáll, de azt is tudjuk ugyanakkor, hogy hát hatalmas irodalma van annak, hogy hogyan lehet ezt csinálni. Tehát ilyenfajta együttműködés, civil társadalom és a többi érintett, tehát a szakmai szövetségek vagy csoportok, az állami döntéshozók, akár a kutatók bevonásával hogyan lehet olyan működő mechanizmusokat létrehozni, amik ezt a fajta közös munkát lehetővé teszik. Tehát ez nem kell a kereket, vagy nem tudom, meleg vizet feltalálni, hanem erre vannak nagyon jól bejáratott példák világszerte, és nem csak, amikor azt mondom világszerte, akkor nem csak az Egyesült Államokra gondolok, meg nem tudom, hanem például meg kell nézni, mi történt Afrikában, a HIV-kezelés területén, hogy ott a civil társadalom mit ért el, hogy mi történik most Ukrajnában vagy Oroszországban, amikor akár az ártalomcsökkentésről, akár a HIV-fertőzöttek ellátásáról vagy pszichoszociális gondozásáról beszélünk, milyen fantasztikus munkát végeznek ott a kollégák. Tehát van egy csomó olyan jó gyakorlat, amit kevés pénzből meg lehet valósítani, és amivel érdemes elindulni, és ezekre egyébként könnyen lehet támogatást is szerezni. Mert ez szokott lenni a következő érv, hogy jó, de miből. De hogy ezekre nagyon könnyen lehet támogatást is szerezni a nagy nemzetközi donoroktól, gyógyszergyáraktól is egyébként. Mert ők se szeretik, hogy mindenki utálja őket. Ezért igyekeznek, tepernek egy kicsit, nem baj. Virág, nektek mik a tapasztalatotok egyébként, hogy mennyire lehet pénzt szerezni szűrésre? Te említetted, hogy hepatitisre nem is tudtatok pénzt találni például. Igazából most HIV-tesztünk is úgy van, hogy vettünk, megveszünk a saját zsebre, ami egy non-profit szervezetként egészen vicces, mert tehát, hogy igazából nagyon nehéz forrást találni,
elég sok pályázatot adunk be, illetve mi most eléggé erősen ráálltunk az alternatív forrásteremtési utak kifúrására, ami nem egy gyors, meg nem egy látható folyamat, mert hogy egy komfortzónán kívüli történet, de hogy nagyon izgalmas, csak most már nagyon jó lenne, ha lenne eredménye. Tehát volt egy szervezetben egy alapítvány, akitől már kaptunk pályázati úton támogatást, és akkor most adtunk be hozzájuk egy kérelmet, amit jövő hétre elbírálnak, és most nagyon ügyesen elkezdtünk kommunikálni, tehát hogy azért így, hogy ezt így magában szerintem nem lehet kezelni, és hogy, tehát hogy nem az van, hogy csak valamint egy szerencsétlen civil szervezet vagyok, jöttem pénzért, ez szerintem nem működik, hanem igenis ilyen profinak, fenntarthatónak, tehát nem csak a szakmai tudásunk, azt is kell kommunikálni, hogy jók vagyunk, de hogy ami körülötte van mondjuk szervezet, hogy annak is ilyen profinak meg jónak kell lennie, hogy mondjuk egy céges támogató azt mondja, hogy megéri belefektetni ebbe a szervezetbe, mert hogy jót teszek tőle, és ráadásul még tudom, hogy értelme is van annak tehát tudom, hogy hova megy a pénzem, és tudom, hogy annak lesz pozitív hatása. A civilek meg azért itt szeretnek, általánosítok, tehát itt sírdogálni, és nagyon olcsón eladni magukat, ami szerintem, tehát a szakmai tudásunk az ér sokat, ha ez saját tapasztalati tudás, vagy iskolában, tök mindegy, hogy az nagyon sokat ér a tudásunk, és azt igenis el lehet kérni az árát, most ilyen idézőjelben beszélek, de ugye ebből meg lehet finanszírozni azokat a projekteket, amire nagyon nehéz pénzt szerezni, mert nem túl könnyű mondjuk azt mondani, hogy hát igen, a 8. kerületi szexmunkás projektünknek adjál már léci pénzt, meg az intravénás szerhasználóknak, hogy és annyit adjál, hogy legyen értelme kimenni. Tehát kettőtűvel nem fogok rohangálni a kerületbe, mert halottnak a csók kb. Így. Doktor úrtól kérdezni, hogy van azért olyan dolog, amit említésre került, van egy olyan szakmai protokoll, ami 6 hónapos absztinenciát ír elő, ha jól tudom, ahhoz, hogy valaki drogfogyasztóként bekerüljön gyógykezelésbe, hogy ez például nem olyan, amit a szakma ne tudna maga megváltoztatni, ugye, akkor ez miért nem van erről bármiféle beszélgetés így a szakmán belül, hogy ezt nem kéne eltörölni, vagy megváltoztatni ezt a protokollt? Hát ez a szakmán belül ez a probléma, ez abszolút nincs előtérbe. Tehát mivel ezek az érintettek, ezek gyakorlatilag a mi számunkra szinte láthatatlanok, ezért nem is ilyen problémákkal foglalkozunk. Tehát amikor ugye olyan dolgokat élünk meg, hogy májtranszplantációs várólistán lévő beteg megkapja a kezelést, és annyira javul, hogy le lehet venni a várólistáról, vagy mit tudom én, májrákkal kétszer operált beteg, most nem tudom én, már a Harvoni után Epclusa generikumot szed, és most vírusmentes, meg ilyenek, akkor hát ezek is elég komoly sikerélményen töltenek el egyébként bennünket, és nem... Tehát ezek olyan nagy kihívások, amik szerintem nem csak a szakmai oldalról, hanem szociális oldalról, meg minden oldalról, ami egyelőre még itt Magyarországon, amikor egyébként is civilek elleni háború zajlik, akkor ezt nagyon nehéz kezelni. Tudom, hogy a beszélgetés több részvevőjének el kell menni, úgyhogy most már csak egy ilyen záró, mindenkitől majd egy záró gondolatot szeretnék kérni, hogyha még van, ami így belétek szorult, és el akartátok mondani. Nem, én nekem nincs olyan, én azt hiszem elmondtam, amit akartam. És ezt szívesen segítek továbbra is mindenkinek, akinek segítségre van szüksége. Doktor úr, esetleg valami? Hát én azt tudom mondani, hogy annyi felajánlást tudok tenni a magam részéről, hogyha szakmai kérdés így a HCV vonatkozásába felmerül, akkor nyitott vagyok a későbbiekben is. Nagyon köszönöm mindenkinek, hogy részt vett, és nem ez lesz az utolsó hasonló beszélgetésünk, úgyhogy majd folytatás következik. Köszönjük, hogy eljöttetek.